Hazaérkezett a Ferencváros újdonsült Európa-bajnok úszója Verrasztó Dávid, aki csütörtökön Glasgow-ban 400 méter vegyesen aranyérmes lett. Dávid zsinórban harmadszor lett a kontinens legjobbja a versenyszámban. Kemény verseny volt, úgyhogy örülök nagyon. Ha az időkülönbségeket nézzük, akkor a háromból ez volt a legszorosabb sikered az EB-ken. Ez volt a legnehezebb is? Hát messze igen, azért a legkomolyabb verseny volt. Ez eddig a EB-ken a legjobb időm, amivel nyertem, úgyhogy ezzel is elégedett lehetek. Próbáltuk leszűkíteni a lehetséges opcióinkat, hogy nagyjából mit csinálhat majd az angol fiú, és hogy erre milyen reakciókat tud ő adni. Igazából két lehetőségünk volt, hogy vagy már mellem megpróbál nagyon elmenni, vagy mellem minél kevesebb tempóval erőt gyűjtve a gyorsra hagyni a döntést. Nyilván ez rajta múltott belül, hogy melyiket választja. Mostani felkészültségében ez volt a jó döntés, és hát ezzel sikerült győzni. Verrasztó Dávid sikerének jelentőségéről, motivációjáról és további terveiről is bővebben mesél a Fradi TV keddi adásában. Ismét együtt búcsúztatja a nyarat a Fradi család. Várunk téged is augusztus 26-án a Népligeti Sportközpontban, ahol izgalmas, változatos és sportos játékokban vehetnek részt a gyermekek. Sportági bemutatók és autogramóra Fradi legendákkal. A házigazda DJ Dominik. 7. Fradi családi nap a Népligetben.